Na jó. A bronz az nem játékos, nagyon egyre jók vagyunk. Ezüst, ezüst. Szorítsatok nekem, szorítsatok nekem. Basszus, aranyjátékos nyitottunk! Úristen, az első arany! Ezt a videót a Corvin konzol támogatta. www.corvinkonzol.hu Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit around and make the fucking blind fall. Szervusztok gyermekeim, NBA 2K16 megint, My Team! Most megnézzük először, milyen a My Team. Előttem az előrendelői bónuszkódomat, ez 10.000 VC-t jelentett, úgyhogy nyitni fogunk pár packet. Na most 10.000 VC-n van, most elkölteni mindet arra, nem tudom, szerintem veszek egy League Pass packet, meg veszek még egy ilyen zöldet. És akkor az mennyibe fog kerülni? Az mondjuk ez 2000, az 5000, az 7600 alatt lesz. Úgyhogy az úgy pontja, és marad 3000 majd a karakteremre, vagyis hát ugye a My Playeremre. Úgyhogy nézzük meg ezt akkor először. Ugye ebben van a legkisebb esélye, hogy valami komoly lapot húzok, de mindegyikben van egy garantált játékos elvileg. Na nézzük. Na hát egy bronz játékos, James Young. Igazából nem mondom azt, hogy nagyon rossz, de nem is számítottam jobbra. Oké, continue. Rendben van, akkor most húzunk egy ilyet, ugye ezt mondtam még. Nyitnék én nagyon szívesen egy nagyot is, csak hát nem tudom, hogy mennyire éri meg, mert azt sem biztos, hogy abban lesz valami jó. Na nézzük. Arany. Ez is játékos garantált. Az már jó nekem. Na nézzük. De az arany lesz a játékos, hogy lesz, lefosom magam, de nem hiszem. Scott Skiles. Nem, Zaza Pachulia. Nem rossz. Meg kell mondjam, nem rossz, nagyon jó, van egy centerünk most akkor már, és akkor az arany az pedig valami, az egy cipő. Na most egyébként nem vagyok benne biztos, hogy most ez a cipő, ezek most a bónuszok, amiket rá lehet rakni a játékosokra. Ez volt tavaly is, csak nem cipőként, volt, hanem csak simán rárakni. Nem használtam őket, valami kíváncsi, hogyha ezt rárakom mondjuk az Zazapacsúliára, amit meg fogok tenni, mert 9 plusz post fade, és Zazapacsúlia egy center, tehát post fade-et, ugye a post fade övé dobást tudja már akkor csinálni. Rá fogom rakni, kíváncsi, hogy ez a cipő lesz rajta a játékban. Nagyon kíváncsi, hogy ezt úgy adották-e meg. Includes a special player card. Tehát van benne egy különleges játékos kártya. Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Akik ilyen, van most már egy ilyen dynamic verziójú lapok, aminek az a lényege, hogy a valódi statisztikájával együtt fejlődik a lap is. Tehát, hogy ahogy játszik éppen az életben, olyan maga a játékos is a játékban. Na ebben remélem, hogy a... Persze, hogy a bronza játékos, mert mi más lenne? Janeiro Pargo. Egy point guard, de dynamic ratingje van. Ugye nem sokára indul egyébként a szezon, és akkor gondolom ezek be fognak indulni. Csak kíváncsi, hogy ez hogy fog működni, hogy fogom én azt látni, hogy... Mert érdekes dolog egyébként, most gondolj be, hogy veszel egy bronz játékost, és lehet, hogy az a játékos valójában éppen egy ilyen brutális, mit tudom én, brutálisan megy neki valamilyen oknál fogva a játék, és akkor végül is lehet, hogy aranyat is überelni fog már az értékelése, hogy lehet, hogy be van azért adva, hogy valameddig határig mehet csak el ugye a fejlődés. Nézzük a következőt. Láttam már olyat, hogy ilyen paklikba húztak nagyon brutál lapot. Arany. Lakers playbook, az nem játékos. Ez is játékos. JJ Hickson. Egy újabb center, nagyon jó. Csak az, hogy nem tudok sokat berakni egyszerre. Passper. Ez a Passper. Passper assistance. Azt lehet, hogy rárakom a Mo Williamsre. Jó, és az utolsó. Na nézzük. Nem baj, ez is játékos, nagyon jó. Nagyon király. Na nézzük, gyerünk valami jót. Szóval olyat láttam, ebben két aranylap is van. Bronz, az nem játékos, nagyon egyre jók vagyunk, ezüst. Szorítsatok nekem. Basszus, aranyjátékos nyitottunk! Úristen, az első arany! Let's go! Ki lesz az? Nagyon izgulok! Russell Westbrook! Dynamic Westbrook! Mennyiért megy Westbrook? Jézusom basszus, de jó! Mennyiért megy? Kíváncsiak az aukciós háza. Search auction. Bakker, ezt nem hittem volna. Végre mellénk állt a szerencse egy kicsikét, mert ezek engem sosincsen szerencsém. Ez van meg. 35 ezer. 50 ezer. 43 ezer. 40 ezer. Ha vagy, akkor csináljak egy új line-upot. Create new line-up. És akkor ide azt írom, hogy Dom.
hogy tudjam, hogy ez a domination-ös, ugye, mert itt nincsenek elvileg megszabások, tehát meg kötöttségek. Bármilyen játékossal játszhatsz bármikor, ugye az online részen, ugye amikor a road to playoffs, a seedek vannak, akkor megvan, hogy első seedben csak egy ezüst játékosod lehet, aztán gondolom majd három, és így tovább, tehát ott is fejlődgetni kell előre. Hát akkor Westbrookot berakjuk szépen point guardnak, te jó Isten, olyan durva! Driving lane up, nézzük már meg amúgy a lapját. És meg tudod forgatni egyébként, fordítani lapot, annyira király, viszont vissza már nem tudod fordítani. Badge, 30 badge van, 26 éves, jó, igen, ratings, nézzük, standing layup, 88, driving layup, post control, jó, hát az nem annyira, shoot, 90-es a shotja van, standing dunk 2, driving dunk 50. De lehet tendencies, general, attributes, ja, lejjebb kell menni, jó, furcsa, mert nem írja sehol. Free throw, box out, rebound, 54-67, lateral quickness 85, a védelemben is jó lesz, pass perception 80, block, jó, hát a block az nem, defensive, shot contest 82, steal 85, have the standing dunk 30, driving dunk 90, speed 96, acceleration 91, vertical 85, stamina 98, úristen, nagyon komoly, ekkorát húzni, na akkor nézzük a domination módot. Ugye itt a gép ellen megyünk, ugye három csillagokat kell összegyűjteni, amiért jár logo pack, mess pack, illetve egy player pack, de mindig megvan az, hogy mennyit már MT pontot kell összedni azon meccsen belül, itt 450 a lehetőségét, az elvárt, és az összeset végigjátsszuk, baromi sok van, akkor 99 csillagot összegyűjtöttük, akkor ugye megkapjuk a Jason Kidd Amethyst lapot, azt hiszem az Amethyst volt, vagy nem tudom, az a lila. Oké, okay. Nézzük azt a Westbrookot. Szent Isten! Hát ez beszarok, komolyan mondom, beszarok. Ez nagyon kemény. Ugye még a mezeim sincsenek rendesen összerakva, mert most én vagyok otthon. Tehát, hogy furcsa. Na nézzük Westbrook! Úristen, Westbrook. Westbrook. Hoppá, ott van üresen! Hickson? Miért nem csinál semmit Hickson? Mert nem baj. Harris. Hogy állt a labda? Olyan furcsa volt ide, hogy beakadt. Én azt mondom, hogy ellopom amúgy. Nagyon szép. Let's go. Westbrook! Egy állat! 2+1! Russell! Westbrook! Erről van szó, öcsém! Hú! Király. Jó, nem lesznek problémáink. Nagyon király. 3 pont. Egyből. Ugye nagyon, itt ugyanúgy működik, mint tavaly, hogyha posztjátékot játszunk, azért 6 my team pont jár, de most már számolja is összesen mennyi van, ami nagyon jó, néha így beadja. Én egyébként szívesebben látnám ott folyamatosan, megmondom őszintén még. Most is Westbrook ellopja labdát is előre Andersonnak! Andersonnak, és feladom Eliupra! És lesz a szarja. Na jó van, hát ez érdekes volt, nem baj. Westbrook? Oj, de szép volt ez a floater! Nagyon szépen fölemelte Oladipo. Nem baj, hát úgy látszik, ez ilyen point guard csata lesz. Na nézzünk, kérünk egy elzárást. Basszus, Westbrook, hát én most sem hiszem el, tényleg. Anderson, benyelte, és a sima kettes, ugye? Hát nem. Nehezebb a dobás, jóval nehezebb, tényleg. Ó, basszus, Oladipo. Nagyon jó. Oké, van egy lepattanónk, jó. De ez csak egy játékossal, az, hogy egy játékossal annyit leszedni, nekem ez még egyre ilyen lehetetlennek tűnik. Főleg, hogy nem a centerem ugye a sztárjátékosom. A Westbrook, ez sima, easy! Nyilvánvalóan Westbrookot kell játszatni nagyon durván, mert hogyha ő az aranyjátékos, hogy nyilván őt kell próbálgatni, őt kell játszatni. Basszus, nagyon komoly. Ezek a floaterök! Nem! Blokk! Második lepattanó, Thomas. Közben figyelem ugye a lepattanókat, hogy kinek mennyie van, mert hát ki tudja. Westbrook, egy kis crossover play. Oh, Westbrook, drives in! Erre van szó! Nagyon jó, annyira élethű az egész, de tényleg nagyon jó. Az eddig legjobb 2K, azt kell, hogy mondjam. Jó, nyilván idővel majd jönni fognak a hülyeségek, mert látni fogjuk, jó fal. Látni fogjuk azért a baromságokat, meg ugye idő után már azért nem lesz az újdonság varázsa, azért objektívebben fogjuk ezt szemlélni, de egyelőre azt mondom, hogy tényleg nagyon tetszik. A tavalyi egyébként, amikor kijött, amikor először elkezdtem vele játszani, megmondom őszintén, ennyire nem tetszett, mint ez.
nem volt annyi újítás a tavalyiban, mint most, mert most rengeteg újítás van, és lehet egyébként rá, igen, ez mindig meg kell szokni, még a gép ellen játékot is lehet bezavarni neki. Tehát ez tök jó. Oké. Okay. Új, a harmadik lepattanója már Thomasnek. Végig offenzívről volt szó? Most hirtelen, azt valahol írja egyébként, hogy mi van? Game stats, options, camera, nem írja sehol ezt a trialt. Nem is emlékszem, most offenzív lepattanóról volt szó, vagy pedig sima lepattanó. Most hirtelen nem tudom, de szerintem offenzívről volt szó. Ami nehezebb, úgyhogy... De lehet, hogy nem. Tök elfejtettem. Mindjárt visszanézem a felvételt. Jaj, Westbrook, elnevezti is nekem. Kérjük egy elzárást. Tehát, hogyha üresen hagyják, rá fogom kenni. Hát miért ne kenném rá? Hát 90-es shotot muszáj kihasználni. És pick and roll maestro. Közben, ugye meg nézegetem a... Az pedig jó védelem lett volna, de nagyon szépen átemelte. Oladipo. Hát igen, Oladipo is, nem, ő is aranyjátékos, ugye? Kérjük még egy elzárást. Hát ezt kicsit elkapottam. Jó, mindegy. Anderson. Küldjük a hármast, Anderson! Ez miért nem ment be? De nem baj, ez is tetszik, hogy nem olyan nagy a cheese, tehát nincs az, hogy minden tripla bemegy. Meg, tehát, nekem ez bejön, tényleg. Szép védelem! Erről van szó. Hickson a lepattanón, és Samson, nem is vágom, az kicsoda. Ő a Dynamic? Hirtelen nem is tudom. És azt tudom, nem is ismerem őket, az a baj. Samson? Oké. Okay. Westbrook jön, és a kettes, sima, easy! Westbrook 11. pont. Nagyon jó vele játszani, annyira érződik, hogy melyik aranyjátékos, melyik bronz, ez ami elképesztő. Tehát így ég és föld. Mert ugye Westbrookkal sem dobtam túl sok perfect release-t még. De sokkal jobb a dobása, ugye, mert a bronzjátékosoknak sok mindent kihagynak. Próbálgatom a steel-t is egyébként, hogy milyen a mechanikája. Hát azt felejtsd el, öcsém, az igen! Nem! Alright. Ott van Anderson. Anderson? Westbrook? Megint üres Westbrook? Westbrook! That's what I'm talking about! Nagyon kemény! Woo! Tökre bejön. Ez simán meg lesz, érzem. Annyira nagy a temp... Ez szokta csinálni! Erről van szó! Annyira érződik most, hogy nálunk van az előny, hogy az elképesztő. Na, Mo Williams is bejön, Salmons, jó. Jó, mert most már van két sztár irányítom, mert mégis Mo Williams is sztárnak számít a bronzok között simán, tehát a 76-os vagy 70 akárhányas értékelésben bőven kitűnik ő is, meg ő is bőven érződik, hogy sokkal jobb. Basszus, lemaradtam róla. Nem baj. Watson, CJ Watson. Ő is biztos, szerintem ő biztos, hogy ezüstön van ő is. Na, akkor nézzünk valamit. Mo Williams. Williams. Jones szintén nagyon jó tripla dobó. Minuszos az értékelés. Hoppá! Williams hármason. Nem ment be sajnos. Pedig ez kellett volna, ez jó lett volna ez a tripla, mert üres volt. CJ Watson. Igen, Watson is ezüst játékos. Most már alulat jelzi a kis alakzattal, hogy ezüst játékos, hogy arany. Ez is tök jó egyébként, hogy mutatja, hogy ki milyen játékos. Jó. Elől. Salmons, feladom. Az eljúpa túl magas. Ők még nem túl atletikusak ehhez. Mo Williams, üres. Kettes, simán őjátéka, erről van szó, midrange. Perfect release, 97 mighting pontunk van az első negyedben. Az nagyon király. Bár ha felszorzom, akkor annyira azért nem király. Tehát ha mondjuk azt szorzom, hogy mondjuk átlagosan tartjuk ezt a 100 mighting pontot negyedenként, akkor az 400 pont csak, és nekünk 450 kell. Még elvileg a végén van valami bónusz is talán, nem tudom hirtelen. Meglátjuk, nem kell erre gondolkozni ezen. Nem kell ráfeszülni. Jó, Mo Williamsnek. Williams. Nézzünk valamit, nem jó. Nézzünk egy olyat, hogy Bynum post up. El is felejtettem, hogy Bynum is fönt van. Post up, Bynum, nézzük azt a post fadeaway-t. Jó, nem baj, Bynum még egyszer, az a te játékod. Erről van szó, Bynum. De jó, mert volt lepattanó, volt assist, most a 122 my team pontunk van, úgyhogy jönni fog ez bőven. Az nem megy be. Jó van, 17-9 az első negyedben. Westbrook tündököl. Nagyon kemény. Fry, Channing Fry, ő is jó. Ő egy ilyen power forward, aki nagyon jó tripla dobó is egyben.
Nem baj, jó a védelem. Jó, annyira azért nem jó, hogy meg is állítsuk ezt. Oladipo. Ki van még bent? Ki a center? Hickson? Aha, ott van Hickson, jó. Nézzük, Hickson mit tud csinálni a posztban. Nem az ő játéka, de kíváncsi vagyok rá. 2+1 nem? De faltot kiharcolta, teljesen jó. Lássuk, milyen a büntető. 57-es. Oké, okay, nem baj, jó az. Nincs az a baj. Hát az... Jó, még egy falt is. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Westbrook! Olyan jó látni! Imádom. Még egy Durantet kéne mellé behúzni. Tökéletes a connection. Az olyan, itt nincs olyan, mint a FIFA-ban egyébként, hogy egy csapatból játszóknál jobb a connection, vagy jobb a kommunikáció, esetleg egy nemzetiségű játékosok között jobb a kommunikáció, itt nincs sem, mint a FIFA-ban. Megmondom, hogy én ezt is szívesen látnám. Ugye igazából egy dolog, ami hátráltató ebben, hogy a FIFA-ban az is működik, hogy ugye különböző ligák vannak, ott rengeteg liga van. Itt ugye csak egy ligáról beszélünk, tehát azért nem lehetne így mondani, inkább a nemzetiség alapján lehetne még így összepakogatni játékosokat. Mit tudom, mondjuk egy Dirk, de mondjuk ez a másik, mondjuk egy Dirk Nowitzki mellé, aki német, kitraksz még, aki német. Hirtelen nem is tudok német játékost. Biztos, hogy van, nem azt mondom, hogy nincsen, de most kitraksz mellé. Brazil közül már ugye ott van mondjuk Nene, és mellé mondjuk kit lehetne, aki brazil, ezt sem tudom, tehát nem is tudom, hogy ki milyen nemzetiség nagyon. Vannak ugye, van egy argentina például, Manu Ginobili. De most mellé is franciák vannak még talán, Tony Parker beférne oda, mert Franciaországban, hát nem azt mondom, hogy ott született, de talán ott nevelkedett, de járt oda azt hiszem iskolába, vagy ott kosárlabdázott. Valami ilyesmi volt, nagyon hozzuk be Bynum-ot, hozzuk be James Jones-t, és maradjon minden így. Amúgy meg, jó. Westbrook 15 pont, ezen két ellentétben semmi sincsen, tehát nincsen assist, persze nincs assist, mert hogyha már nála van a labda, akkor már vele fogom befejezni, értelemszerű. Oké, ebből semmi nem lett, nem oda akartam, szörnyű volt, nem használtam az icon pass, pedig azt nagyon kéne, ez egy ilyen must. Oh! Korán ugrottam nagyon. Nem baj. Na játszunk egy Bynum-ot. Játszunk meg egy Bynum-ot. Mert ő is tud azért dolgokat. Bynum post-up. És látjátok, hogy Bynum post-up-ol is. Jó, az nem veszélyes, de dobni oda. Jó, fade away. Fade away, öcsém, ő játéka. Post move 5 pont, meg mage shot még 2, tehát ez 7 pontot ért ez a mozdulat. Azért azt is figyelni kell, hogy nagyjából miket erőltes, hogy az előző játékban mindenki posztjátékot játszott, mert az nagyon sokat ért. És úgy lehetett szépen megcsinálni 3 csillagra. Ez érdekes volt. Úgy lehetett megcsinálni az összeset 3 csillagra rendesen, tehát hogy akkor már figyelni kell tényleg. Úgyhogy érdemes lesz majd betárazni ugye ilyen posztjátékosokkal is inkább. Nyilván, mert azért fontos. Még egyet jobbjunk egy ilyet. Hát. Ebből nem lett semmi. Harris. Ó, ez az! Westbrook! Ott van az a 90-es steal. Érződik az. Salmons! Nem is Salmons, hanem Thomas. Thomas. Nagyon szép zsákolás volt. Erről van szó. Na, Westbrooknak megvan az asszisztja is végre már. Általában nem szeretem, hogy egy point guardnak nincs asszisztja, mert az olyan üres, akkor az olyan önzőnösségnek tűnik. És így viszont tök jó a dolog. Right. 24-19. Demon. Payton. Azt hozzá kell tenni, tényleg, hogy mondjuk azt látszott már az elején is, sokkal jobb lapok vannak ebben a csapatban, mint nálam. Szóval lehet, hogy ezt a dominationre még várni kéne egy kicsit, amíg már tényleg teljesen ki van alakulva a csapat. De én nem vagyok így, hogy most várjak ezzel, minek. Igazából ugye, mert... Hoppá, elvesztettem. Igazából ugye azért, mert ugye ez a legegyszerűbb módja még a játékosok szerzésének. Mert ki tudja, hogy melyik pakban lehet, hogy kapsz egy aranyjátékos majd. Lehet, hogy ezért megkapjuk Oladipot. Sose lehet tudni. Elvileg random a dolog. Ezért is érdemes ezt csinálni, hogy játékosokat akar szerezni, ugye. Jones, sima. Online pedig... Alapvetően online is jó játszani, ugye, mert... mindenkinek egyezős játékos, tehát mindenki ugyanazon a szinten van, mint te az első pár seedben. Tehát megvan az, hogy mindenkinek egyezős játékossal lehet maximum, a többi, mint bronz. De
De ezüst játékosok között is van különbség, szóval lehet, hogy azt is át kell nézni, ki milyen ezüst játékos. Miután egy kis My Team pontot szereztem, szóval én most tényleg ezen vagyok, hogy játékosokat szedjek össze. Valamint egyébként a collectionért, tehát hogy minél több kártyalapod van, annál több rewardot is kapsz. Tehát kapsz egy csomó ilyen jutalmat értük, és azonban is vannak játékosok, amiket kaphatsz. Tehát azért mondom, hogy megéri ezt csinálni, abszolút. Na nézzünk valamit. Bynum, fönt van? Nincs fönti Bynum, de fönt van Bynum. Akkor Bynum, post up. Nézzük, betoljuk. Nem tudja védeni. Ó, falt! Jó, nem baj, nem baj. Bynumnek B-s az inside dobása, ami elég jónak számít. Lehet vele dobálni a midrange-eket is egyébként. A büntetője 69, de ez most sajnos nem ment be. Pachulia, he's checked in for Thomas. Salmon's Aaron, so. For James Jones and Mo Williams. Még elfejtettem rá, mi persze Bynumra a cipőt. Nem baj, majd legközelebb megnézzük. Baromi kiáncsuk ezt tényleg, majd, hogyha látszódik is, az tök menő. Akkor már csak azért is jó pofa dolog rárakni, hogy van látszata, hogy mi van. És az is poén, akkor lehet, hogy más meg ugye már annyira profi lesz, hogy már cipőben meg tudja állapítani, hogy milyen értékek járnak hozzá, milyen bónuszok, és akkor tudja, hogy, mit, hogy vigyázni kell vele három pontosról, vagy post fade away-ből, vagy ilyesmi. Fournier. 2+1. Közben szépen át fölhozta, 27-27. Valamit csinálnunk kell, mert ez így nem lesz jó buli. Nézzünk egy Zaza Pachulia játékot. Pachulia, inkább ez a dobó center egyébként szerintem. Hát ez nagyon szar volt. És megy is a vonalra, ja persze bónuszban vannak, jaj de jó. Tudok neki örülni. Mert átugrottam a hátán, vagy felugrottam a hátára, vagy valami ilyesmi, és ez falt ugye. Right. Na nézzük. Pachulia. Salmons. Azt a üres. Ó, Salmons, üres! Erről van szó, a pump fake az jól jött ki. 29-28, másfél perc van a másik negyedből. Izgalmas meccs, most kicsikét lelassultunk. Érezhetően lelassultunk. Ó, up and under! Erről van szó, Pachulia! Gyönyörű szép mozdulat volt. 193 My Team pontnál tartunk jelen pillanatban, és ez a második negyed. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg lesz-e, jó lenne az három csillag. Aztán utána szerintem ezt a domination módot hanyagolni fogom egy darabig, mert tényleg nincsenek játékosaim erre. Tehát, hogy oké, tényleg ott van Westbrook, meg Mo Williams, meg van még két ezüst játékosom, meg Bynum, de azon kívül... Tehát nagyon sok mindenben... Hoppá, látlak Williams! Mo, de miért nem dobott be kicsi Mo? Mónak dobása lenne a tripla egyébként, szóval nem össze-vissza csinálom. Á, nem érem utol. Ezt szívtam. Na. Közben látom már ott oldalt, hogy jönnek fel a srácok. Cserére. Mo Williams, kettes. Pedig ez ilyen nagyon üres dobás volt. Szép védelem! Gyerünk, ez az, nagyon szép. Hoppá, milyen vége van a negyednek? Salmons! Azt hittem bemegy, még meglepődtem volna, mert eléggé contested volt. Másik negyednek vége 31-30. A kezdeti lendület után elég durva hanyatlásban vagyunk most jelenleg. Nagyon nem jönnek azok a pontok. Hát ugye Westbrookkal kezdtünk, Westbrook, őt is mutatják. Azért beadta az alaptempót, de azon kívül nem sok mindenki teszi a dolgát. Ugye Mo Williams nagyon keveset dob be. Bynum viszonylag jó, Pachulia hát olyan elmegy. Ugye a másik ezüst játékosom, aki pedig ez a Sampson, ő pedig inkább egy ilyen védőjátékos, tehát rá meg nem lehet alapozni a triplákat sajnos. Meg a három, a Hickson pedig olyan, őt pedig úgy nem tudom még hova tenni, hogy milyen center ő ilyen all-round center. De nem szeretem, én azt szeretem, hogy egy center vagy védőcenter, vagy pedig egyértelműen támadó center. Amikor el kell dönteni, meg így nem tudom, az olyan fura. Jó? Anderson se nagyon dobja, amit kéne neki, sajnos. Westbrook? Ez mit tud elcsinálni Westbrookkal? Westbrook? Ó, de durván véd amúgy. Jó, hát ezt eldobjuk sajnos. Thomas az nem megy be. Hát ez elég gagyiság volt. Oladipo. Payton. Westbrook rajta, nem tud mit csinálni. Oladipo. Oké. Ó, basszus. Azt hittem bemegy. Jó, Westbrook lepattanon. És ott látom. Látom Andersont.
Anderson a triplán! Erről van szó! Végre, végre kicsikét elmozdult, és végre bement ez a tripla. Ennek már muszáj volt bemenni, annyira üres volt, meg annyira megvolt a tempó, meg tökéletes volt az assist, ezt már muszáj volt hoznia. Nem volt, nem is gondolkoztam, hogy ki fog-e jönni, vagy nem. Harris! Most pedig kicsikét talán kapunk egy lendületet, nem megy be! Na erről van szó, látjátok? Tehát, hogy nagyon durva a védelmet nyomtam rá, és egyszerűen figyelmen kívül, hogy a Westbrook. Igen, ebben nem kellett volna belemenni, ez olyan necces volt. Payton! Oladipo. Harris. Harris nagyon jó játékos. Egyébként ezüst létére, nagyon jó. Meg kéne szerezni, lehet, azon gondolkozok. Ezt megnézem, hogy kik vannak ezüstben, ugye például J.R. Smith nagyon jó lenne megszerezni. Ki az, akit még így... Hát szerintem, hogyha Eric Bledsoe ezüst, akkor Eric Bledsoe is kellene. A sima Westbrook. Ezeket a tempókat nagyon muszáj eldobni, mert nagyon üres. És nagyon érzi őket. 17 pontja van Westbrooknak. 100%-os a field goalja! Jó, fölhozzuk Bynumot. Valahogy Bynumnak a játéka sokkal jobban tetszik nekem, hiába csak 71-es overall. Én mindig ezeket a posztjátékos centereket szerettem rá, és ilyen nagy robosztus, ilyen Shaquille, majdnem Shaquille alkat. Tehát erőteljes. Nekem ez olyan megnyugvást biztosít center módban. Ó, basszus, Oladipo be fog menni. Nem, kimarad. Ez szerencse volt, ez csak a szerencseinek köszönhető. Anderson! Deep three! Allen Anderson! Nagyon szép volt, 260 mighting pontunk van, kevés! Egyelőre meglehetősen kevés, muszáj lenne erőltetni Bynummal a posztjátékot, hogy jöjjön be pont, mert ez nagyon kevés. Oh, fault! Pedig jó védelem volt, azt nem, meg kell hagyni, nagyon rajta voltam. Jaj, tapsoljál persze. A meccset én úgy érzem, hogy hozni fogjuk. Az valahogy úgy összességében 39-32 volt egy időszak, amikor picit közelebb tudtak jutni hozzánk, de úgy összességében azt nagyon hozzuk a meccset. Tehát azotól nem félek, hogy az meg lesz-e vagy nem, mert meg lesz a meccs, az biztos vagyok benne. Payton mindkettőt kihagyja, nagyon jó, köszönjük. James Jones látom. Nem is James Jones, de az pedig azt hoznia kellett volna, mert az a tripla az ő távolsága. Ó, basszus, Oladipo megint üresen van. Lekettőztük teljesen fölöslegesen azt az embert, úgyhogy Oladipóra nagyon kell vigyázni, 9 pontja van. Jaj, nem ezt akartam! Ó, 360 dunk! Jó jött ki, de egyébként csak egy elzárást akartam kérni. Nem baj. Rosszat nyomtam. Oladipo. Jó a védelem. Na most nem szabad elkapkodni, most nyugodtan kell játszani. Anderson! Jó, vissza Westbrooknak. Bynum fölzárkózik magától is, post-up-ol? Basszus! Szóval post-up-ol? Igen? Post-up-oljál. Bynum? Oh! Jaj, le lett blokkolva, nem vettem észre. Azt hittem, amikor repül föl, hogy a gyűrű felé ment, de nem. Bynum-t akarom játszatni, mert kell a mighty pont, nagyon kell a mighty pont. Bynum? Nem baj. Pontnak is jó, csak ezért nem kapunk mighty pontot, illetve egyet-egyet a két büntetőért, ami ugye elég kevés, maradjunk annyiba. Aha, egy mighty pont. 283-nál vagyunk, és ez a harmadik negyed. Jó. 43-35. 2 perc van hátra ebből a negyedből. Nem! Azt mondom, hogy bezsákolja. A védelmen nem vagyunk annyira ott. Az a helyzet. Abban nem vagyunk jelesek egyáltalán. Lehet, hogy kellene egy JaVale McGee blokkokra, vagy egy Chris Anderson. Ugye szintén a blokkokra. Nem tudom. Na, Bynum, valamit csinálj már, mert ezek a posztjátékok nem nagyon akarnak jönni. Az sima! Erről van szó. Andrew Bynum, ezt kell nyomni. Most már 291 pontunk van. Ráadásul azt mondta, még assziszt is volt, ha minden igaz, még ezt beszámította assziszt-nak. Úgyhogy az még pluszba ad pontot rá. Anderson fogja Oladipót, és nem tudja mit csinálni, inkább lepasszolja! Rajta voltam!
Pattanó, gyerekek, pattanó! Westbrook a pattanó, nagyon szép. Anderson elől. Megyünk. Nem merem feladni, nem vagyunk atletikusok egyáltalán, nem atletikus a csapat. Bynum, tök üres Bynum! Basszus, pedig Bynumnek elvég a midrange-et még talán hoznia kéne. Bár az a release csík az eléggé üres volt, úgyhogy nem fogom erőltetni a midrange-et vele. Watson is jó tripla dobó. Jones, Vucevicen, na ez egy mismatch. Érződött is, hogy mismatch volt, sokkal magasabb volt, ugye nem is centerem fogta. Hoppá, Westbrook, mint üres lenne. Nézzünk egy isolation-t. Westbrook isolation, jobbra föl, jó. Ilyenkor kisöprik a centerek, látjátok, kimegy jobbra, és akkor ilyenkor szabad az út nekem, hogy befusson. Westbrook isolation! Hú, de szar volt. Nem baj, bement, de ezt legközelebb majd jobban átgondoljuk. De jó volt. A crossover-t is gyakorolnom kéne még. Nagyon sok mozdulatot nem is tudok még például. Ez is azért számít rengeteget a játék minőségemben. Tehát nagyon sok, nem tudom például, hogy van a crossover, hogy lehet eredményesen crossoverezni. Az eljupot tudom már, az kétszer a háromszög egyébként. Szóval régen, ugye előzőben meg L2 plusz négyzet volt. Szóval nagyon variálják ezeket a kombinációkat azért, hogy legyen egy tanulási görbéje ugye a játéknak. Tehát minél többet játsszál vele, hogy tanuld. Biztos, hogy ezért változtatják ezt folyton meg. Pedig mindig bennem van ez az L2 négyzet, de ez a háromszög furcsa még. Ahogy a flashy pass is, az pedig azt hiszem az L2 és négyzet, vagy L2 és nem is tudom, hogy volt már a flashy pass. Ugye ez a hát mögötti pass, meg. Tehát ez a menő, vagy ez a királyabb pass. Hoppá. Nem baj, faltnak jó. Azt például meg most már kétszer a kör. A bounce pass, a pattintott pass, ez csak egyszer a kör, szóval fura nagyon. Ez bemegy, jó. 300 pontnál vagyunk a harmadik negyedben. Ez azt jelenti, jelen pillanatban még egyelőre, hogy 150-et kéne szerezni az utolsó negyedben. Mo Williams. Williams-re fogom eldobni a végét. Hát az egy érdekes elzárás volt. Williams, Mo? Nem jó. Ó, hát meglepődtem, hogy bedobja. Na, a harmadik negyed végén 49-41 gyermekeim, lássuk az utolsó negyedet. Tehát nagyon rá kéne mennünk itt a My Team pontokra. Westbrook! Basszus. 19.4 lepattanó, 3 assziszt Westbrooknak. Kemény a csávókám. Ó, basszus. Ez a Harris nagyon kemény. Érdemesen elgondolkozni rajta majd. Le kéne cserélni, exit. Le kéne cserélni Hickson-t. Thomas. Ja, értem, tehát rámegyek, hogy Hickson, és akkor Bynum is jobbra le. Aha, jó, zsír, jó. Föl kell fognom, hogy működik még. Érdekes tényleg. Westbrook, 3 pontos. Tripla, Westbrook, 22 pont. My team pontokkal hogy állunk, azt megnézném. Nem mindig mutatja, nem is értem egyébként. Van, amikor mutatja, van, amikor nem. Ha olyan kedv van, akkor mutatja. Na nézzük akkor valami. Az, hogy Hickson sem az a... Ó, basszus! Utol kell érni. Ó! Pedig azt szerintem simán blokk volt. Na, gyerünk, lepattanó, ez az Westbrook. Okay, Anderson! Mi legyen ez a... Westbrook! Ó, nagyon szar passzolt, átpasszoltam tök hülye helyre. Az blokk! Pedig vissza akartam érni. Nem írja, hogy hány ponton van valamiért, mármint, hogy hány My Team pont, pedig az számítana nagyon. Samson. Jézusom! Megint elzárás kértem volna körrel, és az ilyen pattintott pasztalt, az nem jó. Na, bejön Bynum. Bynum, úgyhogy Bynummel nyomjuk a posztjátékot. Aztán meglátjuk, mi lesz. Negyedik faltja Westbrooknak. Erre nem ártana figyelnem. Harris. Oladipo. Payton. Nem. Jó, Westbrook-kal Paytonon maradunk közben. Oké. Okay. Deadman. Payton. Basszus. Nem, nagyon szép blokk! 328 pontunk van, az nagyon kevés. Az szörnyen kevés. Westbrook 3-as.
kimarad. Valamiért olyan érdekes, hogy veszélyben az a három csillag, sajnos. Majdnem blokk volt. Lepattanó, szép, gyerünk. Ezeket kiszedni kell a pattanókat, mert nagyon sokat érnek. Bynum-mel a posztban. Fade away, perfect release! 5.341, gyerünk, dobálni kell Bynum-mel, nyomni kell. Nagyon kell koncentrálni a release-re. Kéne ilyen labdaszerzéseket szerezni, blokkolni kéne többet, lepattanót kéne sokkal többet szedni. Úgyhogy rámegyek a védelemre most nagyon durván. Vucevic, szintén egy jó center, aranycenter. Szóval nála ugye két aranyjátékos is van. Bele kell azért számolni, rengeteget számít. Oladipo. Jó, nem felejtsük el, pattanó. Ó, majdnem bement! Jó, Samson. Ott van, látom Bynum. Kár érte. Nagyon kellett volna. Samson, nem tud rajta maradni. Vucevic, szép a lepattanó. 353 pontnál tartunk. Nagyon kevés időnk is van. Nem tudom, hogy fog összezni ennyi alatt 100 pontot. Szerintem sehogy. Ott van Westbrook! Gyönyörű. Nagyon szép. Assist, meg 3 pontos. Szép volt. Beletapos a gyomrodba. Jelzi, hogy én vagyok itt az úr. És nem az úr, hanem én vagyok az úr. Na nézzük, hát itt párat azért cserélni kéne. Viszont Hickson is, de most lejön Bynum-ot fönhagyom. Az a kis hézag az nem számít. Csak ugye lecseréli sűrűbben, mert sokkal, két center cserém is van, és akkor inkább úgy van, hogy ne fáradjanak ki teljesen, Payton. Mo Williams semmit nem hozott kb. Ezen a meccsen. Semmit nem hozott. Sajnos. Hát ugye ez most nem sikerül, az a három csillag, akkor meccsek majd egyszer újra, úgyhogy van már több aranyjátékosom, az kész. Hát most szerintem jobban járunk azzal. Bynum betör? Mekkora mozdulat? Gyönyörű szép volt, Bynum. Vissza kell nézni. Oj, gyönyörű. Two hand for safety. Két kézzel, biztonságosan. 369 pont. Ez a 450 kicsit soknak számít, basszus. És bedobja, és átíveli Bynum fölött Vucevic-t. Szent Isten. Nikola Vucevic. Hát ez Mo Williams, ezt szerintem el kéne dobni. Nem ment ki rá, muszáj, el kell dobni. 379 pont és 2 perc van hátra. Ja, de a végén lehet, hogy ad egy bónusz, hát akkor viszont úgy nem olyan vészes, de majd meglátjuk, nem tudom. Na azért minden ne menjen be, jó? Jó, szép lepattanó Bynum-től. És Bynum-öt fogom bevetni. Vucevicen. Bynum. Fade away? Nem, nincs meg. Rá kellett rakni azt a plusz 9-es fade away cipellőt. Kis hamupipő kére, mert sokat számít. Nem! Nagyon szép lepattanó, gyerünk! Young! Látom. Bynum-ot. Bizt kilépett Bynum. Ja, Istenem! Nagyon szeretném megszerezni azt a packet még a végére. Biztos vagyok benne, hogy lenne benne egy aranyjátékos. Érte, nem vagyok benne biztos, de nagyon... De ez is biztos! Hát alig van, nincs is bronz játékosa. Nézzétek már meg! Vucevic is arany, a legtöbb ezüst, két arany van. Jó lenne az a pack. Jó lenne az a... Lehet, hogy Vucevic lenne benne, vagy lehet, hogy egy Oladipo. Mi Oladipót szerintem maximum cserére raknám be, ugye, mivel Westbrook elég nyomós érv. Nyomós név. Na nézzük, Williams. Kicsi Mo. Oké. Az pedig sima dobás volt, nem baj. Young. Jones. Young. Kérem az elzárást. Bynum spin move. Spin move befér. Bynum! Fade away, 393 pont. Hát, meglátjuk, 50-et valamiből csak össze tudok hozni ilyen bónuszként. Vucevic, nem jó! Bynum a blokkon! Mekkora blokk volt Bynum-től? Youngot látom! Young, tök jó release! Nem ment be, sajnos. Erről van szó, hogy bronz. De viszont egyébként megnyerjük a meccset, az bemegy. Tehát mindenképpen megnyerjük a meccset. Nem ment be. Azzal nincs baj. Tehát mindenképpen lesz egy-két packem, nem biztos, hogy három. Meglátjuk. Bynum! Végig tudta volna vinni. Baszki. Payton.
Megpróbáltam. 7 pont van közte. Meglátjuk. Bynum. 15 pont Bynum annak. Nem semmi. Bynum, nézzük egy fadeaway-t. Bent van, gyönyörű. 410 pontnál tartunk My Team pontokba. Majdnem össze tudom szedni 450-et az alapjátékból is. De szerintem maradnunk kell a bónuszon. Na, és már 600 milliószor elmondom, tudom, de... De számít. Na jó, 3 másodperc van hátra. Ezt most már le fogja támadni. Úgyhogy nem számít semmi. Talán egy blokk még belefér valahogy, de nem, mert nem dobja rá. Na, ez a vége. 66-57. Nézzük, hány pontot szedtünk össze. Ki a legjobb? Westbrook lesz egyértelmű szerintem. Így is van. 25 pont, 3 assziszt, 5 lepattanó. Remek! Elképesztő. Westbrook veszett. De a My Team pontokra vagyok kérdés. 611 My Team pont! Ja, van egy difficulty multiplayer, meg a bónuszok összejönnek. Akkor jó, akkor bőven megvan. Jó, mert féltem, ugye mert 450 ugye a minimum ahhoz, hogy meglegyen a 3 csillag. Jó, akkor megvan a logo pack, megvan a jersey pack, és megvan a player pack. Nyissuk ki! Ígéretes packnek tűnik, mert tényleg nem nagyon láttam bronzjátékos. Maximum a cserepadon. Na, mindjárt kiderül. Megnézzük a logo packet. Nyilván semmi meglepetés nem lesz, tehát lesz benne egy Orlando logó, így van, meg contract, meg brick wall, azokat is meg kell nézgetni majd a badge-eket, hogy azokat is, hogy jól el kéne osztogatni. Most megnézzük a jersey packet. Tök jó. Curry one black, moving 3 point plus 3. Nagyon jó. Na majd azt is, ezeket majd azért tényleg kéne majd felrakni, de én az online meccsekre tartalékolnám őket inkább. Na nézzük akkor, kit kapunk. Van itt egy bronz, egy arany és egy ezüst. A bronz nem a játékos, nagyon jó. Ezüst. Tobias Harris. Nagyon jó. 79 overall. Nem semmi. Ugye őt mondta, hogy meg kéne szerezni. Hát megvan Tobias Harris. Nagyon király. Nagyon örülök neki. Szerintem őt fogom berakni majd az ezüst játékosnak a Road to the Playoffs-ra, ugye, ahova csak egyet lehet berakni. Na gyerekek, hát Westbrook debütált, brutális volt, Bynum elég jó volt, és megvan akkor, pack opening is volt, brutális videó volt. Ha szeretnétek még Mighty videót látni, írjátok meg kommentbe, lájkoljatok. Köszönöm szépen a figyelmet, gyermekeim. Szerbusztok, gyerekek! Ez nagyon erdja. Average quality. Nézzük. Jézus Isten, emberek, hogy néz ez ki? Hát szent Isten, mi az a betegség? Hogy néz ez ki? Öljétek meg! Oh, nem is rossz, öcsém! Oké, okay, hát azt felejtsd el, öcsém! Felejtsd el! Felejtsd el, öcsém! Felejtsd el! Az megvan. Ez bevitte. Jézusom, de jó az a játék! Már most! És nem is az NBA-ben játszom, öcsém! Let's go! Úgy van, erről van szó, öcsém. Mennyi? 13 kilo.